estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják itt a Karcag Televízióban. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Gál Andrásné óvodapedagógus, aki a közelmúltban az év óvonője díjat vehette át. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gál Andrásné óvodapedagógus, akit azért hívtunk ma meg egy stúdióinterjúra, mert a közelmúltban átvehette az év óvónője díjat. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és szívből gratulálunk ehhez a díjhoz. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Még egyszer akkor nagyon, nagyon gratulálunk ehhez az elismeréshez, ehhez a rangos elismeréshez. Beszéljen nekünk arról, hogy milyen körülmények között, milyen rendezvény keretében adták át önnek ezt a díjat. A tanévzáró ünnepségen adták át a díjat a Dérinébe, és a óvónők és a dajkanénik szavazták meg ezt a díjat. Hogyan szokott ez működni? Egy picit a háttérről hadd kapjunk némi információt. Minden évben három óvónő és dajkanénik kapják meg ezt a díjat, és általában a munka az egész évi vagy több évi munka után kapják meg. Megszavazzák. Tehát fölterjesztik először, igen. Igen, és akkor a kartásnők megszavazzák a díjat, és a vezetőség és a KT eldönti, hogy ki kapja. Tudott erről egyébként valamit, hogy az idén érintett lehet ebben a dologban? Pár nappal előtte kaptam egy gratulációt, és ebből sejtettem, hogy megkapom ezt a díjat. Milyen volt egyébként ez az ünnepség, hogyan zajlott? Számomra gyönyörű volt. Eljöttek a volt óvodásaim, verset mondtak, volt, aki zongorázott, volt egy olyan kislány, aki az édesanyjával együtt írta a verset rólam, és nagyon nagy meglepetés volt. Nem tudtam, hogy ilyen nagyszabású lesz ez a műsor. Kartásnőm Gyulainé Zsuzsi állította össze, és az egész tantestület pedig elénekelte a kedvenc dalaimat, amiket én nagyon szeretek. Azt mondta, hogy a volt óvodásaim. Igen. Mit jelent ez egészen pontosan? Van olyan testvérpár, aki nem régen volt óvodásom, aztán 20 éves lányok is jöttek, és a Hanna, ő 11 éves, aki az édesanyjával együtt írta a verset, úgyhogy különböző korosztályból jöttek. Ki készítette, milyen ez a díj, hogy kell ezt elképzelnünk? Györfi Sándor készítette ezt a díjat bronzból, egy napocska, amelyik tartja a kezét, és nagyon szép díj, és nagyon boldog voltam, hogy Györfi Sándortól van most már egy szobrom. Ugye csak ezen úgymond lovagolok egy picit, hogy a volt óvodásaim, ez ugye kettős értelmezésű az ön esetében, tehát a volt óvodásai adtak műsort, és ugye lezárult egy korszak az ön életében erről. Elfelejtettem, hogy mostani csoportomból is volt három gyermek. Erről beszéljen nekünk egy picit. És két kislány, meg egy kisfiú, nagyon szép verset mondtak, nagyon szeretem őket, én is nagyon szeretem a verseket, és ezzel a kedves verssel köszöntöttek. Kovács Bocskai Ákos pedig egy gyönyörű szép dalt énekelt az egész ünnepség elején. Lezárult egy korszak ugye ezzel a díj átvétellel gyakorlatilag. Hiszen, ha jól tudom, akkor 40 éves munka viszonyt elérte, és igen, megy nyugdíjba. Igen, december 1-től leszek nyugdíjba. Mit jelentett önnek akkor ez a díj, így a munkássága végén gyakorlatilag? Nagyon boldog voltam, mert úgy éreztem, hogy ezzel
elismerték a 40 éves munkámat. Meséljen nekünk arról, hogy hogyan is indult a pályája, mikor döntött el azt, hogy óvónő lesz, egy picit mutassuk be az életét. Könyvtár népművelő szakra szerettem volna menni, akkor ez volt a legdivatosabb pálya, és nagyon nagy volt a túljelenkezés, ezért nem mertem elindulni, de nagyon szerettem az irodalmat, nagyon szerettem emberekkel foglalkozni. Egy olyan mintapedagógus volt előtte, mint Barát Mihályné, és abból az osztályból elég sokan jelentkeztünk pedagógusi pályára. Úgy gondoltam, hogy az alapoknál kezdem, elmegyek óvónéninek, és ezért elmentem Szarvasra, és 1977-ben végeztem, és azóta dolgozom. Először a Kuthenóti óvodába, aztán a Berekfürdői óvodába, mert kiköltöztünk Berekfürdőre, és 27 évig pedig a Táncsics 19-es óvodába dolgoztam. Akkor, amikor ugye érettségi után jelentkezett az óvónőképzőbe, akkor milyen kritériumok voltak a felvételihez? Mi volt az a plusz, amit esetleg tudni kellett ahhoz, hogy valaki oda bejusson? Nagy volt a túljelentkezés, de szerencsés voltam, mert irodalomból például egy olyan témát írtam az írásbelin, amit más nem választott, Németh Lászlóról írtam. Úgyhogy kijött a tanár és megkérdezte, hogy ki írt Németh Lászlóról, és mondtam, hogy én. És szerintem ez nagyon sokat nyomott alatba. De felvételiztünk képességtantárgyakból is. És irodalomból, történelemből, meg elbeszélgettek velünk, hogy miért megyünk erre a pályára. És mit mondott akkor, miért ment erre a pályára, vagy miért szeretne erre a pályára menni? Egyrészt, hogy továbbadjam a tudásomat, másrészt, mert szeretem a gyerekeket, és szeretnék gyerekekkel foglalkozni. Milyen volt a kezdet arra, hogyan emlékszik vissza, amikor az első időszakot töltötte az egyik óvodában, ugye a Kuthenúti óvodában kezdett, azt mondta. Nagyon jó közösség volt, jól éreztem magam, befogadtak a idősebb kartásnők is, nagyon jó volt ott dolgozni. Sok mindent megtanultam szakmailag és emberileg is, úgyhogy nagyon jó volt. 27 évet töltöttem, ugye azt mondta a Táncsics 19-be. Mennyire nőtt önhöz hozzá ez az óvoda? Tehát volt olyan, amikor azt érezte, hogy inkább átmenne egy másik óvodába, vagy, mert azért 27 év egy helyen az nagyon sok. Nem volt ilyen, hogy szerettem volna átmenni másik óvodába. Egyszer volt lehetőség, hogy váltsak, de nem akartam váltani. Azért, mert volt egy nagyon jó kartásnőm, akivel 22 évet dolgoztunk együtt, Kisné Marika. Nagyon jó páros voltunk, és nagyon-nagyon sok újítást, új dolgot bevezettünk. Például? Ütettem. Hát a hagyományápolást, akkor nem volt divat, de meg nem volt annyira szokás a 90-es évek elején, és nekünk a nagyon szívügyünk volt a néphagyományápolás, és ezért alapítottunk egy munkaközösséget is, és megcsináltattuk a gyerekeknek a szép népi ruhát. Tehát ez már a 90-es években elkezdődött. Igen, igen, és nagyon sokat szerepeltünk a Déri Nébe is az első esztétikai napon, amit itt rendeztek Karcagon, aztán meghívtak bennünket több helyre is. És akkor gyűjtöttünk mondókákat, népdalokat, karcagi rigmusokat, mindent, és nagy sikerünk volt vele, és azóta is szívügyünk. És a gyerekek mennyire voltak erre fogékonyak abban az időben? Nagyon szerették, úgyhogy lelkesen készültek minden műsorra. És mostanában mi volt az ön, ha úgy lehet mondani, specialitása, szakterülete, mert ugye azt már tudjuk, ugye szoktak óvodavezetők, tagintézményvezetők, illetve óvónők jönni hozzánk interjúra, és egyre több szakkör, foglalkozás, csoport működik az óvodákban, amilyen speciális területeket érint. Mi volt az ön területe? Nagyon szerettem a drámajátékot. Már
több évvel ezelőtt elkezdtük, hogy szüreti mulatság, vagy pünkösdi mulatság után a felnőttek játszottak egy-egy mesét. Nagyon nagy sikere volt. Azt beöltöztünk a meséhez élően, és akkor előadtuk a mesét. Utána nagy tánc volt, és volt olyan szülő, mikor abba hagytuk ezt a dámajátékot, mert kifulladt, hogy hát miért nem játszunk tovább, mert ők direkt azért jöttek, hogy a mesét megnézzük, és újra felé lett ez a hagyomány. A gyerekeknek előadtunk különböző meséket. Nagyon szerettem ezeket, a gyerekekkel is bent a csoportban nagyon sok drámajátékot játszottunk. A másik specialitásom az ovigaléria volt. Ez mit jelent? Nagyon régóta, mióta az esztétikai, a Nagy Jenőné féle programmal, a művészeti programmal dolgozunk, azóta csináljuk az ovigalériát. Meghívjuk a karcagi művészeket, és készítünk egy-egy ovigaléria megnyitót. Ez abból áll, hogy elmegyek a művészhez, és meghívom. Kiválogatjuk az alkotásokat. Mindig zavarba vagyok, mert 6-8 alkotást lehet neki tenni a szabály szerint, de mindig nagyon-nagyon sok szép alkotásra bukkanok, úgyhogy nehéz választani. Elhozom az óvodába, és van egy kis helyiség, ahova kiállítjuk ezeket a tárgyakat. Aztán pedig rendezünk egy ovigaléria megnyitót. Ez abból áll, hogy felkészülök a művésznek az életéből, és abból a technikából, amivel éppen az alkotások készülnek. Aztán pedig összekötjük az évszaki koncerttel, és a Kun Rózsa Kamaró Kórus énekel az alkotásokhoz megfelelő dalokat, vagy népdalokat, vagy műdalokat, komoly zenei darabokat. És volt, amikor a zeneiskolásokat is meghívtuk. És utána pedig beszélgetünk a művésszel. Tehát egy kis kulturális bemutató gyakorlatilag a gyerekeknek. A gyerekek is kérdeznek, mert ugye előtte már megnézik a kiállítást, és akkor kérdezhetnek ők is. Aztán pedig lezárásképpen meghívjuk a vendéget, és beszélgetünk vele kötetlenül. Ha jól tudom, akkor ugye interjú előtt megemlített, hogy szeret fotózni. Igen, nagyon szeretek fotózni. Sajnálom, hogy a szülők sok szép pillanatból kimaradnak, ezért lefotózom a gyerekeket tevékenység közben, vagy egy-egy ünnep közben, és egy zárt csoportba felteszem. Régen CD-n adtam oda, vagy DVD-n adtam oda a szülőknek. Most már van ez a közösségi oldal, és akkor ott felteszem. Magánéletben is rengeteget fotózok, és könyveket készítek ezekből a fotókból. Ugye elmegy nyugdíjba, már a szabadságát tölti, illetve majd a felmentés idejét hogyan búcsúztak el öntől a kollégák és a gyerekek? Hát ez nagy meglepetés volt, mert hosszúztam, és egyszer csak szóltak a szülők, hogy menjek be a csoportszobába. És gyönyörű szépen megterítettek, ott voltak a gyerekek, a szülők, és egy kis ünnepség keretében elbúcsúztak tőlem. Az utolsó nap pedig, mielőtt kiléptem az óvoda kapuján, az ajtóba fogadott a kórus. Mindenki, minden dolgozó ott volt, és elénekelték a kedvenc dalomat. És szóltunk pár kedves szót egymáshoz. Kikísértek a kapuba, egészen addig integettek, míg el nem kanyarodtam a dózsa saroknál, és megható hát pillanatok voltak sírtam. Ezek. Nagyon sírtam, mert nagyon kötődök ehhez a csapathoz. De ugye most elkezdődik egy új korszak majd az életében. Mivel fog foglalatoskodni? Több unokája is van. Igen, 4 unokám van, és megnyitottam a mami óvodát, és jönnek. Adika mindig ott van nálam, mert ő még óvodáskorú, a nagyobbak időnként jönnek, és vagy elmegyünk kirándulni, vagy valamilyen tevékenységbe fogunk, és
töltjük az időt kellemesen. Azt mondta, hogy ugye szeret a magánéletben is fotózni, ebből albumokat, könyveket készít. Mi az, ami még így tervbe van véve? Ugye azért lesz ideje az unokák mellett. Mi a hobbija például, mivel szeret még foglalkozni? Hát még több könyvet szeretnék készíteni természetfotókról is, mert nagyon sok szép természetfotója van a férjemnek is. Aztán szeretnénk sokat kirándulni, mert a bakancs listán még nagyon sok minden van, és szeretnénk azt kitölteni. Hát kívánjuk sok szeretettel, hogy teljesüljön ez a bakancs lista, és minél több pipa legyen rajta, és még egyszer szívből gratulálunk a díjához, és boldog, hosszú, nyugdíjas éveket kívánunk Önnek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lettem. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most karcagi híreink következnek, amelyben összefoglaljuk Önöknek az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit. Tartsanak velünk! Itt vagyunk Karcagon a gázleválasztó telepnél. Igazából kezdeném az elejéről, mi a Riáma First Kft. Vagyunk. Háztartási méretű kisebb gázmotoros erőműveknek a gyártásával, működtetésével, üzemeltetésével foglalkozunk. Elsődlegesen olyan helyszíneken üzemeltetjük a gépeinket, ahol termálkutak, metángázárak lehet ezeket a gépeket üzemeltetni. És hát Karcagot az miatt a szempontból választottuk, hogy Karcag itt a környékben az egyik legjelentősebb fürdő abból a szempontból, hogy a legnagyobb mennyiségű metángáz van, amit hasznosítani lehetséges. Hogyan működik ez a gázmotor és mit állít elő? A gázmotornak a működését tulajdonképpen mindenki számára úgy a legegyszerűbb elmagyarázni, hogy ugyanúgy működik, mint a személyautónkban a robbanó motor, és egy generátort hajtunk meg egy tengelykapcsolón keresztül, ami a generátor villamos energiát termel, illetve hát a motornak a hűtési köréből adódóan melegvizet állítunk elő, amit fűtésre lehet hasznosítani. Tehát akkor kétszer is hatékonyabb ez a gázmotor? Igen, ezt gyakorlatban, amikor a nagyobb gázmotoros projektekről van szó, akkor ezt egy kombinált ciklusú erőműveknek hívták, ugye kombinált, hogy villamos és hőenergia előállítására alkalmas gépekről van szó. Tulajdonképpen ez egy speciális, azért is kértük ennek a bemutatónak és próbaüzemnek a lehetőségét, ez egy általunk továbbfejlesztett technológiai eszközről van szó. Alapesetben ez a gép, ez 40 kW-nyi villamos energia előállítására alkalmas. 40 kW-nyi villamos energia az nem háztartási, fogyasztási kategóriába tartozik. Átlagosan azt tudom mondani, hogy 40 kW-nyi energia fogyasztása van jelen pillanatban most a fürdőnek, ami mögöttünk látható. Tehát azt képes ellátni tulajdonképpen villamos energiával folyamatosan. Az üzemeltetése, mivel a gáz alapanyag ingyen van, ennek csak a karbantartási költsége van. Átlagos karbantartási költsége 700 üzemóránként van, körülbelül 40 ezer forint plusz áfa érték. Az egyszerű bekerülési költség az publikus-e? Igazából nem titok, sőt nagyon köszönjük, hogy ezt egyáltalán lehet elmondanunk ilyen plénium előtt. Ez nagyságrendileg ilyen telepítési környezettől függően 15 millió forint plusz áfa. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a mögöttem lévő gép egy 20 lábas tengeri konténerbe hangszigetelve, vészhűtővel ellátott konténerbe beépítve működik ennyiért. Mennyi idő alatt térül meg? Gyakorlati számításaink alapján és tapasztalati alapunk alapján a környező települések fürdőinél egy-egy ilyen gép karbantartások költségeivel növelve maximum 5 év alatt tud nulla értékre futni. Tehát 5 évtől kezdődően a beruházási értéket már ugye kifizette, kitermelte, és onnantól kezdve egyértelműen hasznot tud termelni. Tehát 5 év múlva akár hasznot is termel, meg ingyen is van a fürdőnek az elektromos áramellátása? Hát tulajdonképpen az első pillanattól kezdve hasznot termeli, vagy termelheti, hiszen a villamos energia termelés így ebben a formában az alapanyag, ugye, ahogy említettem, ingyen van. Onnantól kezdve a villamos energia termelés is sokkal olcsóbbá tud válni. Jellemzően nekünk több fürdővel lévő kapcsolatunk úgy működik, hogy fele-fele arányban, hogy ugye a fürdőknek is, telephely gáztulajdonosainak is legyen egyfajta változás az életében. Mi azt szoktuk tenni, hogy fele-fele arányban osztozunk meg a megtermelt villamosenergia bevételen, ami azt jelenti, hogy ha mondok egy számot, ha most 100 egység a fürdőnek a villamosenergia fogyasztása, mondhatjuk úgy is, hogy akár 1 millió forint vagy 100 ezer forint, akkor a következőktől, hónaptól ez már csak a fele, és a másik fele, mert nyilván nekünk a beruházási költségünket csökkenti.
Még egy kérdés, hogy hol van letelepítve ilyen gázmotor eddig Magyarországon? Hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert elmondhatom, hogy itt a környező településeknél, Kabán, Füzesgyarmaton, Cegléden, Szolnokon, Túrkevén üzemeltetünk ugyanilyen gázmotorokat. Hála égnek megelégedésre, tehát van ezeknek értelme, hiszen még egyszer mondom, itt egy nagyon nagy előnyünk van, az alapanyagunk áll rendelkezésre ingyen. Köszönjük szépen az interjút. Köszönjük szépen, mi is. Molnár Pál a körzet önkormányzati képviselője is jelen volt ezen a bemutatón. Ő miért tartja fontosnak az ilyen megújuló energiaforrásokat a város életében? De azért tartom nagyon fontosnak, ugyanis ez a kincs, amivel ezt a rendszert működtetni lehet, gyakorlatilag ingyen rendelkezésünk rá, és minden ilyen energiát, ami energiaforrás kinyerésére alkalmas lesz, úgy érzem meg kell becsülni a itt élőknek. És a körzet szempontjából is egy nagyon fontos beruházás vagy fejlesztés lenne, ugyanis elektromos áramot termelve vele csökkenteni tudnánk a kiadásokat, a fürdőüzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, plusz még a felesleget értékesíteni is tudná a rendszer. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A Tiszatavi Opera Fesztivál Európában is párját ritkító kulturális rendezvény. Július utolsó hétvégén, 3 napon át tucatnyi komoly zenei program várja a vendégeket páratlan környezetben. Néhány évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk, hogy a Tiszató talán a második Balaton. De bebizonyosodott, hogy másabb, több ennél. A vadregényes táj az az élmény, amit annak idején a Tüskevár, akár regény, akár film nyújtott az embereknek, ma már nem található meg sehol szinte Európában, csak itt a Tiszató környékén. És a természet operája pedig egy csodálatos kezdeményezés, egy csodálatos kapcsolat a jóisten, a természet által alkotta szépség és művészet között. 3 év alatt egy csapatépítő kerékpártúrából nőtte ki magát egyedülálló rendezvénnyi a fesztivál, amely világviszonylatban is kimagasló művészeket hoz a Tiszató partjára. Július 28-án opera, jóga és ünnepélyes gálakoncert lesz Tiszafüreden. Nem csak a turizmus keretében a vendégekre kell gondolni, hanem az ott élőkre is. Hiszen az ott élőknek is ez egy nagyon jelentős esemény. Én láttam tavaly ezeket a boldog arcokat a községekben, a gyönyörű templomaikban, amit büszkén mutattak meg nekünk, és nagyon büszkék voltak arra a rendezvényre, amit Ildikó oda varázsolt a számukra. Hiszen az ott élőknek is kevés lehetősége van ilyen típusú rendezvényekre eljutni, amely kinyitja a fülüket, megnyitja a lelküket, és azt gondolom, hogy valamennyiünk épülésére szolgál. A fesztivál második napján kerékpáron kerülik meg a tavat a résztvevők. A Tour de Opera pihenőhelyein mások mellett Horgas Eszter fuvola művész, Lőrinc Judit opera énekes ad minikoncertet, a kiskörei hallépcsőnél pedig az István a király rövidített változatát élvezhetik a vendégek. A fesztivál olyan fizetőképes közönséget mozgat meg, melynek hatása érezhető gazdasági és turisztikai szempontból is a régióban, hiszen a több napra érkező vendégek a helyi szálláshelyeket veszik igényben, így a helyi vendégészakák számának növekedésére számíthatunk. Az idei fesztivál különlegessége a tiszai hajósok világát megidéző hajótúra lesz. A Bátszalókról hajókaraván indul el, amely a tó olyan eldugott helyeire is eljut, ahová az átlagos turista nem is merészkedik. Mindegyik kikötő egy-egy koncert helyszíne is lesz a Természet Opera házában. Hamarosan indul a mezőny, nagy az izgalom már itt, mint kerékpárosan gondolom, hogy ilyenkor önben is elindul, hogy igen, milyen nagyszerű érzés, amikor valaki teljesít egy ilyen nagy futamot. Szeretnék én is tekerni, még ha nem is olyan tempóban, mint a Tour de Hongrois résztvevői, és nagy öröm számomra, hogy Karcagra érkezett Magyarország legrangosabb országúti kerékpárversenyének a mezőnye. A karcagi társadalom az kerékpáros társadalom, itt mindenki biciklizik, ezért is szeretjük a szépségét ennek a sportnak, illetve a közlekedésnek, és én örülök annak, hogy sok érdeklődő van, jó a hangulat. A szél szemből fúj, ahogy az már lenni szokott, hogyha valaki biciklizni kezd, de ezzel is meg fognak majd küzdeni nyilván a versenyzők. Karcag azért mindig híres ezekben a mezőnyökben, hiszen most is innen indul el egy olyan etap, ami a legnehezebb szakasza lesz ennek a mostani versenynek. Hát az Alföldre is meg kell küzdeni, meg a bükhegységgel,
de én azért el szeretném mondani jó pár évvel ezelőtt, ugyan egy váltó nélküli biciklivel ezt a távot már megtettem, tehát azért a mostani versenyzők kiváló biciklikkel, jó izmokkal megbirkóznak ezzel. Nagyon szép a vidék ilyenkor, gyönyörű a napsütés, a felhők még tényleg egy kellemes hátteret adnak, minden feltétel adott ahhoz, hogy ez a verseny jól sikerüljön, és jó formában vannak természetesen az indulók is. És hát a reggeli elsőhöz képest gyönyörű napsütés van, tehát azt gondolom, hogy az esővel már nem kell megküzdeni a versenyzőknek. A célunk az, hogy népszerűsítsük a kerékpározást, ezért a Földművelési Minisztérium részéről is támogatjuk ezt a programot, hiszen hogyha biciklire ülünk, akkor kíméljük a környezetet, nem gépkocsit használunk, jó friss levegőt tudunk beszívni, a testmozgás az mindig használ. Hogyha jó az idő, akkor is természetesen, de hogyha esik, ha fúj, az igazi biciklis számára ez nem akadály, el fog indulni akkor is, hogyha kicsit zordabb az idő. És hát azt hiszem, hogy Karcagon sokan látjuk az heti piacokon, hogy rengeteg több száz kerékpáros indul útra és úgy vásárol be, tehát aki megteheti, az még otthon hagyja ilyenkor az autóját is. Hogyha 500 métert mehetünk biciklivel, akkor is megéri letenni a kocsit, és most, hogy a Karcag Berekfürdő kerékpárút már jó pár éve szolgálja a bringásokat, látszik, hogy vannak, akik ezt a lehetőséget kihasználják, és akár testedzések, akár kirándulások is kiváló. Bízom abban, hogy tovább tudjuk majd építeni a kerékpárút hálózatot, a város belterületén is van ilyen pályázat, illetve a Tiszató megközelítése is szerepel a kormányzati tervek között, hozzátéve egy Tiszafüred Porosszó és Tiszafüred Ortobágy Debrecen útvonalat is. Hát azt gondolom, hogy ha ez megvan, akkor Karcagról erre az irányra is nagyon sokan fognak eltekerni önnel az élen, hiszen azért tudjuk, hogy ön is nagyon sokat kerékpározik. Hát én is szeretek biciklizni. Én javaslom, hogyha most ebben a jó időben valakinek van kedve, a Sárét világát is célba veheti Bucsa-Füzesgyalmat irányába. Hát nagy távolságok vannak, de nagyon jó kirándulásokat lehet tenni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Percek vannak a startig, tehát egy pillanatra azért még tudunk ezek a megkárója beszélgetni arról, hogy hogyan is érkeztek Karcagra, hiszen hallottuk, hogy azért tegnap nem éppen a legjobban sikerült a futam. Tegnap egy szuper verseny volt. Volt egy-két komoly bukás a verseny során, mi benne van a sportban sajnos, de maga az esemény az előző napokhoz képest, úgy azt gondolom, hogy hiba nélkül zajlott. Ugye az első szakaszon a vihar elmosott teljesen a versenyt, második szakaszon Siófokon volt egy pici eltévedés, és ott is a körpálya annyira el volt ázva, hogy a bukások ott is a mezőn megtizedelték. Hát sajnos ez egy ilyen sport, ez benne van a kerekpár kétkerekű, még a ló is még volt a négy lábán, hát még a biciklis. Ez sajnos ezzel együtt kell élni a sportolóknak. És hát gondolom, hogy ezt mindenki szépen feldolgozta, és ma úgy indult el, hogy tiszta lappal indul Karcag Miskolc, tehát mindenki készen van a rajtra. Hát akik ugye tennap olyan komoly részemetek, hogy nem tudnak indulni, ők persze nem. Nélkülük indul a verseny útjára, de csapatok persze továbbra is jönnek. Ez egyébként abszolút normál, úgymond az, hogy egy verseny során a vezőny része az valamilyen okból betegség, sérülés, feladja a versenyt, az néha az annyival csökken a mezőny létszáma. Mit kell tudni a magyar versenyzőkről? Magyarok közül Peák Barnabás nevét mindenképpen el kell mondani, még egyszer Peák Barnabás, aki megdöbbentő, mennyire jól megy ebben az évben, két szakaszon el dobogóra. A versenyt azt vártuk, hogy az hat nap alatt legyen két dobogós helyezésünk, ez már most megvan neki köszönhetően, és hát ugye most sem még a hegyi szakasz, ahol akár Lovasi Krisztián tud menni hegyen, várunk tőle egy jó helyezést a miskolci befutón, és a pesti pedig bármi történhet. Hát reméljük, hogy csak jó dolgok fognak történni, és akkor hamarosan indul a verseny Karcagról, és találkozunk jövőre is a következő rajton. Köszönöm szépen! Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke elrajtoltatta a mezőnyt, de azért előtte beszéljünk egy picit arról, hogy izgult, hiszen volt egy bemutató, ahol a két kisfia nagyon bátran vállalta, ön pedig nézte, hogy mi történik most, de azt gondolom, hogy édesapaként ez természetes, hogy féltette őket. Igen, hát amikor láttam, hogy ezen a kerékpáros bemutatón szerepelnek a gyerkőcök, mire én odaértem, ők már önként jelentkeznek, de én biztos voltam, hogy semmi bajuk nem eshet, hiszen bátor, ügyes gyerekek, ügyesek voltak ezek a kerékpárosok is, és azt gondoltam, hogy élmény lesz számukra, és élmény volt nekem is. Talán lehet, hogy én jobban izgultam, mint ők.
Igen, és azért néztük, hogy a Anyuci és a másik oldalon ott féltett a legkisebbet, ott ketten várták, hogy mi történik a két nagyobbal, de azt gondolom, hogy ez is a show része volt, és megvolt ez az ő részükről, tehát ők is élvezték. Térjünk vissza inkább a versenyre, hiszen Karcag megint megmutatja magát az országnak és a világnak, hiszen nagyon sok televízió átveszi ezt a versenyt. Milyen érzés volt elindítani a mezőnyt? Nagyon jó érzés volt, hiszen tényleg azt lehet mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, Európában is figyelemmel kísérik ezt a kitűnő körversenyt, és hát Karcag és ez az Alföld egy olyan hely, hogy itt mindenki kerékpározik, az 5 évestől a 85 éves emberig mindenki szeret és tud kerékpárral közlekedni, és látva ezeket a fiatal versenyzőket, akik csúcs teljesítményeket tudnak produkálni több napon keresztül, nagy élmény volt. Élmény volt látni ezeket a versenyzőket, élmény volt látni a szuper kerékpárokat, és hát hatalmas élmény az, hogy én indíthattam el a startot. Nagy öröm volt és jó érzés, és hát megtetészte azt, hogy ezt a startot Karcagról innen a Nagykunság fővárosából tudtuk elindítani. Azt gondolom, hogy egy élmény még kimaradt a leendő élmények közül, hiszen gondolom, hogy az is egy hatalmas élmény lenne, hogyha csak mondjuk 100 méterre felülhetne egy ilyen csodabiciklinek a nyergébe. Hát az a helyzet, hogy ezek a kerékpárok annyira speciális, annyira drága kerékpárok, hogy a versenyzőkhöz hozzá vannak nőve. Az is élmény, hogyha látja az ember, hogy milyen technikák, milyen váltók, milyen fékek, hogyha megemelheti az ember, hogy milyen könnyűk ezek a kerékpárok. Tényleg ez az űrkutatás, ez az űrtechnológia, ezek már a modern kerékpárok. És itt beszélgettünk szervezőkkel, felkészítőkkel, és azt mondták, hogy 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy ez a technológia ugye mindennapos versenyzésben megjelenjen, és hát ez a technológia, hogyha megjelenik a versenyzésben, egy 10-15 év múlva már az utcai kerékpárokban is meg fog jelenni. Reméljük, így lesz, és akkor találkozunk jövőre a következő évi startnál. Így van, én szeretném azt, hogyha ebből komoly hagyomány lenne, és itt Karcag mindig egy célállomás lenne, egy start lenne, és igazából ebből is belekerülnénk nem csak a sportélet vérkeringésébe, hanem nagyon sokan követik, és megismernék a várost, hiszen ennek a versenysorozatnak az is a lényege, hogy a televízióban, az M4 sportcsatornán a városról is van egy negyedórás, a környékről is van egy negyedórás műsor, és ezt több százezren látják. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, mire beszélünk, akkor már lehet, hogy Madarasnál jár a mezőny. Elindultak, szép volt a rajt is, hiszen egy különlegességet adott ismét a város, huszárok vezették őket fel. Hát különleges volt a helyszín is, legutoljára nem innen indultak, de úgy gondoltuk, hogy most itt a tér a városházával a háttérben egy remek lehetőséget biztosít a rajtra. Mindig próbálunk valami újítást hozni, és hát ez is egy újítás, hogy a huszárok felvezetésével közelítik meg az igazi rajtvonalat, ami a körforgalmon túl van. Ez is egy újítás, nyilvánvalóan a média rezdüléseit ki kell használnunk. És hát azt hiszem, hogy ez a mezőny, most hallottuk, hogy tegnap azért nem a legjobban zárta a napot, de reméljük, hogy a mai nap semmi baleset nem fog történni. Hát egy ilyen versenyben mindig benne van a baleset lehetősége. Én úgy gondolom, hogy ez akármelyik nemzeti vagy nemzetközi körversenyen előfordulhat. Ütközések, csúszások, defektek okán bármikor lehet, de nem ezt kell szem előtt tartani, hanem magát a versenyt, hiszen a nagy többség azért célba ér, és mindenképpen figyelemre méltó az a teljesítmény, amit ezek a versenyzők nyújtanak. Én úgy gondolom, hogy aki figyelemmel kíséri akár a Tour de France, vagy a spanyol Vuelta körversenyt, vagy Giro d'Italiát, azt tudhatja, hogy nagyon-nagyon komoly kihívásnak néznek elő ezek a versenyzők, és a Tour de Hongrie úgy szintén, és ez a mai negyedik szakasz, ez a király etap, tehát a hegyi szakasz következik, ami különlegesen nehéz feladat elé állítja őket. Itt hallottuk Karcsitól, ezen Kamilyen Karcsitól, hogy nagyon jól szerepeltek eddig a magyarok, tehát terven felül. Ő azt mondta, hogy reményei az volt, hogy összesen a végig lesz két helyezés, már tegnap meg volt a két helyezés, tehát azt mondta, hogy már magyar szempontból nagyon jól áll ez a verseny. Hát ennek őszintén örülünk, és ez maradjon így, hiszen tulajdonképpen két szakasz van, ahol még tartani lehet ezt a helyezést, a mai és a holnapi budapesti befutó előtti szakasz. Kívánunk minden magyar versenyzősnek nagyon sikeres szereplést. Nem még így lesz, köszönjük szépen. Köszönöm a érdeklődést. Szepesi Tiborral beszélgetik mögöttünk, mert bontják minden olyan dolgot, ami kellett a starthoz. Azt gondolom, hogy egy picit most megnyugodott már.
Igen, egy picit igen, legalábbis ami a rajtot illeti. Nyilván aki végig követi folyamatosan, akár a televízión keresztül is a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny idei mozzanatait, az még izgul a versenyzőkért, hiszen azért az előző napok is hoztak bizonyos nehézségeket, ugye viharba kerültek, le kellett fújni egy szakaszt, és hát ugye ez a leghosszabb, a 180 km Miskolcig, lehet még sok minden, útakadály, időjárás, tehát egy kicsit azért még izgulunk természetesen, és hát a holnapi napi befutóért is. Ez volt a sportember aggodalma, de akkor egy picit beszéljünk a rendezők nevében, hiszen a Déli Kulturális Központ igazgatójaként is faggatnám egy picit. Gondolom, hogy azért több hónapos előkészítés volt abban, hogy ma itt minden sikeres legyen. Több éves, hiszen az előző években is rendszeresen köszönhetjük Karcagon a Tour de Hongrie körversenyt célként, rajtként, és ugye elmondtuk, hogy negyedjére volt Karcagon, de ez az újkori történelme a Tour de Hongrie-nak, hiszen többször az azt megelőző időszakokban is áthaladt a városon, ugye ott is kapcsolatba kerültünk már magával a szervező gárdával. Tehát mondhatom azt, hogy több éves a kapcsolat, természetes, hogy az idei versenynek a szervezése kapcsán is már január környékén felvettük egymással a kapcsolatot, tervezgettük azt, hogy merre megy a mezőny, mikor érnek ide, mikor kell a rajtot tervezni, próbáltuk az időjárást befolyásolni, tehát valóban egy hosszú előkészület. És hát azt hiszem, hogy ez is egy különlegessége volt, hogy huszárok is voltak, hiszen Karcaghoz a huszárok is hozzátartoznak. Igen, egy különlegességet szerettünk volna, hiszen nyilván nem véletlen az, hogy a huszárokat kértük arra, hogy fölvezessék a mezőnyt, hiszen a településnek egyfajta bemutatkozás országos, sőt azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is, hiszen a Magyar Televízió a Digisport élőben, illetve összefoglalót ad minden egyes versenynapról, bemutatkozó filmet azokról a településekről, ahol rajt, illetve cél állomás működik, tehát nekünk ez egy nagyon jó marketing, egy bemutatkozási lehetőség. Sok lehetőségünk és sok időnk nincs arra, hogy megmutassuk a várost, de talán azzal, hogy a huszárok felvezetésével legalább ez az útszakasz bemutatásra kerül, én azért bízom benne, hogy egyfajta figyelemfelkeltés is volt. És hát akkor várjuk a jövő év ötleteket, hiszen reméljük, hogy jövőre is itt lehetünk. Bízunk benne, hogy köszönhetjük még sokszor a Tour de Hongrie körversenyt Karcagon. Van még a tarsolyunkban más felvezetés, hiszen lehet ezt a mezőnyt kombányja, a traktorral, és még sorolhatnám, hogy mi minden jellemzővel, ami esetleg a városra marketing szempontból is bemutatkozási lehetőség. Köszönöm. Köszöntöm nézőket, a Kovács Mihály tagintézményben vagyunk, és Szabó István igazgatóval, a Szakképzési Centrum Varró István szakiskolájának az igazgatójával itt beszélgetünk, hiszen az előzőekben egy jelentős adományt hoztak az iskolának. Mi volt ez pontosan, és hogyan került ez ide? Igen, hát ez már egy gyakorlat, hogy pályázunk, ami pályázat keretében külföldi gyerekekkel lehet együtt lenni. Kulturális szakmai téren ez is egy ilyen sikeres pályázat volt, a székelykeresztúriak voltak nálunk, meg folytatása is lesz, szeptemberben mi megyünk hozzájuk, 9. alkalommal történt már ez mindez, és akkor ugye amikor ez a nagy közös együttlét megvan, akkor kulturális programmal, illetve szakmai programmal töltjük meg. És ennek a szakmai programnak az eredménye tulajdonképpen a ma átadott ajándék is, amivel az a célunk, hogy ne csak a külföldi iskolákkal erősítsük a kapcsolatunkat, hanem a helybeli iskolákat is támogassuk, és ezáltal is még egy kicsit szorosabbra fűzzük az egyébként jó kapcsolatot velük, úgyhogy ez a munka, ami ma átadásra került, ezek a bútorok, ezek ennek a közös munkának az eredményei, és mint ahogy elhangzott, majd még a folytatás is meg lesz, és itt a kollega jelezte is, hogy a következő ajándékok szintén közösen fognak elkészülni, de azok márként. Az elmúlt pályázatokban azért mi is ott voltunk majdnem mindegyiken, és azért láttuk, hogy a kórháznak is készültek adományok, készültek faragások, kapuk, kopjafák, tehát azt gondolom, hogy azért nem csak a bútorokra korlátozódott ez az elmúlt években. Igen, hát nyilván azért itt van egy olyan egyeztetés is, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amit a gyerekek, diákok meg tudnak csinálni, és hát ennek megfelelően igyekeznek megválasztani azt, hogy mit is adjanak. Hát lehetőség szerint örüljön neki mindenki, az is, aki készítette, és az is, aki megkapta.
Mit kell tudni a testvériskoláról, honnan érkeztek, és úgy tudom, hogy ott is egy hasonló faipari képzés van, csak ott más az oktatási rendszer. Igen, Székelykeresztúrról érkeztek, és valóban ők hasztalos tanulók. Érdekes ilyenkor, amikor jönnek, meglátogatják a mi üzemeinket is, és hát bizony érezhető a különbség is sok esetben, ugye hát az iskoláknak a felszereltsége nagyon eltérő nálunk is, és odakint is. Hát itt örömmel tapasztaltam, hogy új dolgokat láttak, valóban csodálattal nézték a nagyobb üzemekben azokat a berendezéseket, gépeket. Tehát amit lehet látni, azért ott is van mit fejlődni, az eszköz állományban fejleszteni, és hát nyilvánvalóan nálunk is, bár nem állunk rosszul. Azt gondolom, hogy akkor az érdemi munkának ez a része most lezárult, és most jön a kis kikapcsolódás, tehát a kulturális része a programnak. Akkor találkozunk majd szeptember végén, amikor visszajönnek, és megtudjuk, hogy mi készült még a karcagi iskoláknak. Úgy legyen, bízok benne, hogy valóban akkor is nagyon szép tárgyakat fogunk tudni bemutatni, és valóban örülni fog az, aki ezt átveszi. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és azt, hogy megtisztelték ezt a kis ünnepségünket a jelenlétükkel. Köszöntöm nézőinket, én már Labon Sándor tanyáján vagyunk, hiszen ez azt jelenti, hogy Csanyi visszaért a nagy útról. Picikét azért hagytunk pihenni, hiszen hétfőn éjszaka értél haza, mi kedden délelőtt beszélgetünk. Hogy érzed magad, hogyan sikerült teljesítened? Minden sikerült, amit elterveztél? Köszönöm szépen a kérdést, hát fizikálisan viszonylag tűrhetően jól érzem magam. A táv teljesítése is majdhogy nem 100%-os volt, hát ugye a természet az itt-ott megtréfált minket, így ebből adódóan ugye nem egészen sikerült azt az útvonalat tartani, amit szerettem volna, de nem sok eltéréssel. Így aztán ugye 1400 pár kilométer összejött, de ugye pénteken majd folytatjuk ezt tovább. Befolyásoló tényezők ugye elsősorban az időjárás volt, a szél és a vihar, aminek nagy részét megúsztuk, ugye a Kisalföld környékén, a viharsarok környékén, de azért a szélből kaptunk jócskán. Meg hát mind a mellett hozzá kell fűznöm, ugye az utak minősége itt-ott erősen befolyásolja a menetsebességet. Gondolom, hogy azért nem volt ez egyszerű, volt most is holdpont, vagy azért most azért ez egy húzomban nagyon sok volt. Hol pihentetek például? Hát holdpont az volt bőségesen, leginkább ugye a harmadik napon, amikor a szeles vidékekre értünk el, az nem volt egyszerű. Meg utána megjöttek ugye a hegyek, tehát a tegnapi nap is olyan volt, hogy fogat összeszorít, aztán hajts pihenni. Volt, hogy panzióba tudtunk pihenni, aztán volt úgy, mikor éreztem, hogy na most menni kell, nem szabad abba hagyni, akkor adott pillanatban döntöttem el, hogy na most itt van egy kis leálló sáv, vagy volt, nem is tudom, lentinél egy olyan hely, amikor a várostáblánál, nem mondom, most itt megállunk, sátrat gyorsan szétlökjük, kocsiból összepakolunk, és akkor a kísérők az autóban aludtak, én meg a sátorba. Ennyi. Akkor egy kis nomád élet is volt ebben, de azért aki a Facebookon követte a te utadat, hiszen tettek föl fotót, lehetett látni azért, hogy legalábbis nekem az jött vissza, hogy mindenhol kedvesen fogadtak. Ez így van, mert mi is meglepődtünk rajta, és elsősorban a kisebb falvakban, ahol ugye feltűnik, mint idegen ember. Szerencsére ugye az autón is, ami volt reklám felirat, nagyon jól sikerült, rögtön mindenki felfigyelt rá, hogy mi ott megjelentünk. Akiket ugye, akikhez odafordultunk, szórólapot osztottunk és fotót kértünk, bár sok esetben az emberek ettől óckódnak, nem tudom, hogy miért, nem volt velük semmi probléma, tehát tényleg akik engedték, hogy velük fotózkodjunk, ők nagyon kedvesek és normálisak voltak. És hát gondolom, hogy azért mindenki kitartást kívánt neked, meg azért elismerték ezt a teljesítményt. Ez így van, így van. Így van. Nem sokat pihensz, hiszen azért ma kedd van, pénteken újabb túra indul. Erre hogyan lehet most így átállni? Vagy most ugye annyira benne vagy a tekerésben, hogy igazándiból megállíthatatlan? Igen, most nem szabad belemerülni a hétköznapok szürkeségébe, ami általában ugye az embereket kicsit pessimista hozzáállásra kényszeríti, így aztán most áthidalva ezt a pár napot, nem nagyon gondolok bele az itthoni dolgokba, hanem tényleg most van egy kis szünet,
aztán haladunk tovább. Majd utána már lesz probléma, de most azzal nem foglalkozunk. De azért azt látom, hogy a kisfiad az ott van a sarkadban most, tehát hogy végre itthon van apa 5 nap után, így most is minden percét kielvezi ennek. Ez így van. Tehát ez a rendje módja a dolgoknak, hogy ugye a gyermek ragaszkodjon a szülőjéhez. És hát azért beszéltünk már erről, hogy lehet, hogy egy 10-12 év múlva, vagy 13 év múlva, akkor már lehet, hogy néhány kilométert együtt fogtok tekerni. Hát bízunk benne, hát ha akarja, csinálja, ha nem, nem, de ha komolyabban akarja csinálni, utána nincs kegyelem, tehát nyomni kell. Én akkor azt kell, hogy ez az optimizmusod, kitartásod és elszántságod azért az maradjon meg, és hát azt meg csak remélni tudjuk, hogy sokan vásároltak meg kilométert, hiszen azért beszéljünk még erről, hogy mi ennek a módja. Hát bízunk benne, hogy igen, a figyelemfelkeltés az eléri a célját, miszerint ugye az összegyűjtött kilométereket 500 forint per kilométerben tudják az emberek ugye úgymond megvásárolni a Facebookon is, illetve más egyéb oldalakon meghirdetett számlaszámokon tudják átutalni ezt az összeget. Hát hogy ki mennyit gondol, azt döntse el ő saját maga, rajtuk múlik. Tehát akár már 1 kilométert is meg lehet vásárolni, az csak 500 forint, mégis ha azt nézzük, ez egy fél doboz cigaretta ára. Vagy egy korsó sör, persze. Reméljük, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, nem a sörrel, hanem a támogatással, és akkor hazavárunk téged a birkafőző éjszakáján is. Bízunk benne, hogy nem kések. Jó utat neked! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik. Gulyás Zsolt, érseki tanácsos plébános, kelepállatjával beszélgetett az életútjáról. Ennek az interjúnak az első részét vetítjük most le önöknek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és természetesen akivel most beszélgetünk, Kelepállatját, aki a Pécsi Egyházmegye papja, és akit 1954. június 20-án szenteltek pappá a Pécsi Egyházmegyében, de ő itt Karcagon született, az első 16 évét itt Karcagon töltötte, legalábbis az elemi iskoláit és a gimnáziumnak az első 4 évét. És az idén június 28-án mutatta be a gyémánt miséjét a pécsi Székesegyházban nagy ünnepi keretek között, a Jóistennek hálát adva ezért az elmúlt 60 évért, és mi karcagiai kis részesei lehettünk ennek az ünnepnek, a szülővárosában is mutatott be gyémánt misét, illetve Berekfürdön tartottuk a búcsúi szentmisét, ahol szintén Pál atya magáról is beszélt. És hát szeretnélek kérdezni téged, Pali bácsi, a te életedről, hogyan is indult a te utad, kik voltak, akik segítettek, kik voltak, akikre szeretettel emlékszel, hogyan is érezted meg az Isten hívását, és hogy most a 60 év után hogyan tekintesz vissza ezekre az évekre. Én is szeretettel köszöntöm a nézőimet, hallgatóimat. Örülök, hogy itthon lehetek Karcagon, mert bár hát régen elkerültem, mind azért a gyökerek innen indultak. A katolikusok 1769-ben jöttek ide Karcagra, Mária Terézia indítványára, nem mintha szükség lett volna rájuk, de a rekatolizációs mozgalomnak ehhez is része volt, és több felől jöttek. Nem egy irányból jöttek, többfelé jöttek különféle családok, akik itt letelepedtek és próbáltak hát talán jobb életet találni, biztosítani maguknak. Így került az én ősöm is, Kele János, jászladányi kovácsmester ide Karcagra, valószínűleg már felnőtt fiaival együtt jött, legalábbis az anyakönyvekből ezt lehet gyanítani, és tőlük származott le a Kele család itt Karcagon. Kispap koromban megcsináltam a családfát, óriási kiterjedésű, több száz név szerepel rajta, ugyanannak a családnak a leszármazottai, nagyon érdekes
talán majd hozzá is lehet jutni. Én azonban most a magam életéről szeretnék csak beszélni. Előre kell bocsájtanom, hogy amit elmondok, Isten őrizzen, hogy valami dicsekvésnek tűnje, nem akarom. Én a valóságot szeretném elmondani, az én élményeimet, az én örömömet, megpróbáltatásaimat, mint a honfitársaimmal akarok megosztani a szeretet jegyében. Vegyék ezt olyan vallomásnak, amely diszkrét, és semmiképpen sem dicsekvés, semmiképpen sem, ki vagyok én valami, hanem egy őszinte vallomás. A szüleim egyszerű emberek voltak, én édesanyámnak a 10., vagy 9. gyermeke voltam, de még egy húgom van, ő a 10. Az első 5 gyerek elhalt, a második 5 maradt meg, 5-en nőttünk fel, szerettük egymást. Volt egy középső testvérem, János, aki mindig arra dicsekedett, neki van egy nővére és egy bátyja, van egy öcs és egy húga, ő áll középen. Gyerekek, én középen vagyok, én nem akarok elsőnek meghalni. Sajnos 7 évvel ezelőtt ő ment el elsőnek, itt maradtunk. Legyen áldott poraiban is. Én arra emlékszem vissza, hogy apró gyerekkorom óta hogyan, miért se. Én mindig csak azt mondtam, fűnek, fának, ha kellett, hanem, hogy én pap leszek. És a papot láttam, én fel hozzászegődtem, még a Szalai Esperes úrhoz is, akitől még a felnőttek is inkább húzózkodtak. Én megmarkoltam a reverendát, és nem eresztettem el, én pap leszek, kénytelen volt elviselni. Aztán teltek az idők, elemiskolába kerültem, aztán 4. lettem, már kellett volna átmennem gimnáziumba. A szüleim abban az időben óriási megterheléseknek estek áldozatul, az apám agyvérzést kapott, éveken keresztül munkaképtelen lett. Édesanyám súlyos beteg lett, Bazedov nehezedett rá a szívére. A debreceni kórházból azért engedte el a professzor, mert kérde, hogy hát ha úgy látszik, hogy nem marad életbe, engedje haza, mert neki apró gyerekei vannak, hogy legalább a temetésén ott lehessenek. És a professzor elkönnyezte magát, és azt mondja, hát jó asszony, akkor menjen haza. Emlékszem, 1940-ben egyik éjszakáján vártuk a halálát. Én, mint 10 éves gyerek, fölötté élveztem, félrebeszélt, mondta, hogy meg akarják operálni, de az asztal aljába bújik, hogy biztos nem találják meg, hát ez a legbiztosabb hely lett volna, nekem nagyon tetszett. Aztán a nagynéném, aki ott volt, hogy várták, no most következik be a halál. Aztán éjfél is elmúlt, és nem jött a halál. Végül is megmondták a várakozás, sógor, elmegyünk haza, ha lesz valami, majd szóljon. És elmentek. Aztán nem lett semmi. Édesanyám reggelig se halt meg, és attól kezdve valahogy mindig lassan-lassan jobbá vált a helyzete. Nem ment vissza aztán Debrecenbe. Én közben 5. osztályt jártam, 6. jártam, na most az idő, vagy most soha. Farkas Kántor úr volt a nagy szorgalmazója, leveleket írt különféle szerzetes rendeknek, ajánlott engemet fölvételre. Minden innen visszajött, hogy már a provinciálisnak más jelöltje van, maradtam. Ugye abban az időben ilyen egyszerű paraszt gyerekek, hát cselédeknek álltak el nyárára, hogy a télire való ruhát vagy egymást megszerezzék. 8 éves korom óta én is minden évben cseléd voltam. Benesószki Péter bácsinál voltam ebben az időben, aki nagyon áldott, jó ember volt, jó helyen volt. De szeptemberben jött az egyik testvérem, hogy azonnal gyere haza, orosz tisztelendő beiratott a saját költségének a karcagi gimnáziumban, oda kell járnod. Nagy meglepetés volt város szerte. Oroszpali bácsi neve hát szinte bearanyozódott, és hát megpróbáltam, amit elvárt tőlem. Az alsó 4 osztályt itt végeztem,
Pécset. Karcagon. Vagy Karcagon. Ugye. És hát ugye az idő egyre jobban romlott, jött a háború, az ostrom utáni idő. Az én személyes helyzetem is bizonytalanná vált. Jellemző, hogy kérdezében a tandíjat fizetni kellett, és iskola igazgatói engedéllyel 6 gimnazista diák jegyszedő lehetett a moziba, akár 16 főjön felüljegynek, akár 16 főjön aluljegynek volt a film, számunkra nem számított, és abból fizettem én magam is a tandíjat. Megtörtént talán ezt, szóval hogy mondani, hogy hát egy diák, aki jött a komám ereszbe, egy másik társammal, mi a karzaton szedtük a jegyet, volt olyan eset, hogy teltház volt, a pénztár meg egyetlen jegyet se adtak el. Mivel vége volt az előadásnak, az igazgató csak nézte, hogy honnan ez a sok ember. Zsidó ember volt, nemrég jött haza a szenvedő táborból. Egy árva szóval nem szólt érte, hallgatott és eltűrte, a Jóisten áldja meg érte. Aztán, amikor vége lett a negyedik osztálynak is, gimnázium bankvetet rendezett a fiatalság számára, birka pörköltel, szülők jöttek, főztek, és akkor jöttek a diákok hálálkodni, ami abból állt, hogy minden osztályba be kellett menni, minden osztályba kellett egy pohárkát inni. Hát, egy kicsikét bepityókáltam. Ez az igazság. Haza is mentem volna, de éreztem, hogy nem tudok haza, visszamentem az iskolába, lefeküdtem és reggel mentem haza. A tanárok soha egy szóval nem tették el szóval, szemet hunytak, tudták, miről van szó. Aranyosak voltak, állott a nevek, én nagy tisztelettel gondolok rájuk, mint máig. Aztán viszont az helyzetem az kétségessé vált, hogyan tovább, és akkor kérem szépen egy váratlan esemény fordította meg az életemet. De mielőtt ebbe belekezdenék, el kell mondanom még más valamit. Én kiskorom óta szerettem minisztrálni. Míg a bátyáim a toronyba jártak harangozni, én az oltár körül szerettem lenni, és nekem az örömet szerzett. És visszaemlékezem, hogy különösen a feltámadási szertartások, még Pázmány Péter rituáliájából ment, ahol többek között a 138. zsoldárt énekelte a nép magyarul, a Siralmak dallamán, és ennek a zsoldának az eleje megmaradt bennem, és az egész életemnek a vezérlő gondolata lett. Istenem, te megvizsgáltál és jól ismersz engemet. Jól tudod, hová visz útam, látod, keltem, fektemet. Még ajkamra se jön a szó, már előtted tudva van, és minden részről bezárva tart kezed minduntalan. Sőt, ha messze-messze tengeren túl szárnék hajnal szárnyakon, oda is jobbod visz engem, s azt tart fenn mindenkor. Nem hiszem, hogy ezt a zsoltárt én gyerekkorban nagyon megértettem volna, de tetszett és énekelgettem. Szegény anyám sokat énekelte velem együtt, míg varrogatott. Aztán később jöttem rá, hogy milyen sokat mondó ez a zsoltár. Isten kezébe zárva tart, őriz, vigyázz, szeret, oltalmaz. Legyen szabad elmondanom, hogy mikor vége volt a háborúnak, 1946-ban sok más karcagi fiúval együtt, én is fölmentem Budapestre, romeltakarításra kis pénzért, és egy bádogoshoz kerültem munkára. Egy öreg zsidó bácsi volt a tulajdonos, ő a műhelybe készítette a csatornákat, mi a vállon elvittük, és a segéddel fölraktuk az ereszre, a rádió épület tetején dolgoztunk. 6 emeletes nagy épület, 7. a tető. És én vittem a fölszerelést,
a katlant, amiben a parázs volt, a másik kezemben a pákát, amit üzesen odaadtam a segédnek, és a cseréptető szélén közlekedtem. Nem volt mentő, ha derekam a segédnek, nem jutott eszem veszélybe. Azt se, hogy egyszer elejtem az edényt, vagy valami, vagy megpattan egy cserép a lábam alatt, és én zuhanok le. Egy álló héten jártam így. Nem történt semmi bajom. Akkor erre nem gondoltam. Megvallom őszintén, már pap voltam, amikor visszagondoltam rá, Úristen, bármelyik pillanatban szörnyet hallhattam volna. És visszajártam a Bródy Sándor utcába felnézni a magasba, és megköszönni, hogy a Jóisten keze zárva tart minduntalan, akkor is. Ott jöttem rá, hogy ez volt az első fogható csoda számomra az életemben, hogy az Isten szeret és vigyáz rám. Aztán negyedik gimnázium után mi lesz? Nem véletlenül, nekem véletlenül. Jött egy fehér ruhás barát ide lelki gyakorlatot tartani nekünk, a katolikus diákoknak Debrecenből, egy dominikánus szerzetes, Sütő Albert atya. Nagyon megbarátkoztam vele. Meg is hívott. Gyere el Debrecenbe, aztán beszélgetünk. És elmentem. És ő mondta, hogy tud segíteni rajtam. A rendnek Sopronban van egy juvenátus, a Julianum. Ott nevelnek olyan diákokat, akik talán papnak is készülhetnek, és segítod engem bejutni. Nyár folyamán fel kellett mennem Budapestre, Badalik atyához, aki tartományfőnök volt. Sose értem, fiacskám, maradjon csak jövök, maradj nyugodtan, majd jövök, jövök. 3 napig élveztem a rendház vendége szeretetét, még végre. Na, akkor mire van, hogy semmi baj, egy kis ilyen mennyi, csak Sopronba én majd a Péter atyával elintézem, és érez jól magad. És akkor elmentem Sopronba. Hát Péter atya nem örvendezett nekem, mert probléma volt a gyerekek tartása, és nem én voltam az egyetlen, aki a rendnek a neveltjévé lett. De mégis jó ember volt, és nagyon megszeretett a későbbiek folyamán. Nagyon sokat köszönhetek neki. Sokban segítségem volt. Ott történt, hogy az 5.-6. osztály elvégzése után a rend fölvett bennünket rendtagnak a szerzetes rendbe. Én is jelentkeztem, és engem is fölvett, igen. Azon a megokolással, hogy régen se ragaszkodtak az érettségihez, Páter Szabó Szádok, a Római Angelikum Egyetemnek a megalapítója is csak 8. gimnázium után lett domonkos, vagy a világhíre szertett Horváth Sándor, ugye, akit még én is személyesen ismertem, annak is csak 8 gimnáziuma volt, és kérem, világhírű filozófus, dogmatikus lett. És akkor 1948-ban őszén beléptünk a rendbe. 7 voltunk jelentkezők az ország minden részéről. Bőle Kornél tartott a lelki gyakorlat egy álló hétig, és egy régi rendfőnöknek az írásából vette az anyagot, Boldog Humbert generálisnak a írása, de Vita Regulari, nekem idegen valaki volt, de a gondolatok, amikkel Bőle Kornél előhúzott, nagyon megszerettette velem, ezt a hajdan volt, valakit az ő kezébe tette le, Árpádházi Szent Margit, az örök fogadalmát is. És aztán a legnagyobb meglepetés az volt, 7 voltunk,
hogy amikor a tartományfőnök beöltöztetett bennünket, és utána megváltoztatta a nevünket, mindenki kapott egy rendi nevet, ki Ferenc, ki Lőrinc, ki Lukács, ki Máté lett, én Humbert lettem. Szíven ütött ez a váratlan meglepetés, és tudtam, hogy ez kitüntetés. Valahogyan nem tudom, ma is örülök neki. És aztán ott töltöttük a noviciátust, majd visszamentünk Sopronba, elvégez a 7.-8. osztályt azzal, hogy a Bencés gimnáziumban fogunk érettségizni június 20-valamennyedikén, és 1950. június 20-án jött a magiszter, aki velünk és velügyelünk volt, hogy testvérek, nagy baj van, összehívott a kápolnába, rendi gyűlés tartott. Híre van, hogy Dél-Magyarországról már összeszedik a szerzeteseket, apácákat, férfiakat, és ismeretlen helyre viszik. A káptalan úgy döntött, hogy azonnal szedni kell a sátorfájukat, és a nőknek el kell menni haza. A bidellósunk mi felszólalt, hogy és mi lesz az atyákkal? Hát az atyák maradnak. Akkor mi is. Hát jól esett a magiszternek, meg is könnyezte testvérek. Maguk engedelmességi fogadalmat tettek. A szent engedelmesség erejével parancsolom, hogy azonnal csomagoljanak és menjenek. Minden egyszerre. Nyilatkozni kellett, hát nekünk tonzuránkból így nem utazhatunk civilbe. De az egyik tanárunk, aki tanított az iskolában gimnázium igazgatóját, vizsgáztatni is kell őket. És még vizsgáztunk is másnap délelőtt, mindent csináltunk. Végül is kaptunk egy gépelt iratot, amit később a szeminárium előjárók is elfogadtak hivatalosnak, hogy legalább az osztályvizsgánk megvan. Haza kerültünk, innen elmentem dolgozni, mindjárt, hogy valami kis pénzem is legyen. Egy öltöny rupa anyagot kaptam, és ezt el akartam megvarratni, és sikerült. És szeptemberben visszamentünk. A tartomány főnök elintézte, hogy bennünket az esztergomi szemináriumba vettek föl, a 7 volt novíciust. Ragaszkodtam hozzájuk, hogy megszoktam őket, együtt leszünk. Noha engem akkor már Egerbe is fölvettek, a nagybátyám révén, aki Jászberényi, hát prelátus kanonok volt, de oda mentem. 120-an voltunk, mindenféle rendből, minden innen. Nagyon szerettük egymást, tömve voltunk, szegények voltunk, de olyan boldogok voltunk, hogy örömmel végeztük a munkákat és tanultuk. Sikeresen letettük a vizsgánkat, és nyáron jött egy levél az akadémiától, hogy az akadémia elbocsájt, mert nincsen államilag érvényes érettségünk, és az akadémia csak olyanokat tart, akiknek doktorátusra lehetőségük lesz. Nekünk nem volt, elmaradhatunk. Persze az ávó keze volt ebbe is. Ekkor elmentem Egerben, nyugodt léleket, de hát hisz engem tavaly Egerbe is fölvettek. Ott pontosan hová, Egerben? Az egri szemináriumban. Ja, az egri szemináriumban. Igen. Kis Pista bácsi fogadott, vicerektor volt. Nagyon röviden és kurtán. Fiam, mi magát tavaly felvettük. Az ágya még karácsonykor is ott a hálóban, nem kellettünk. Most maga nem kell nekünk, alászolgálja mehet. Kis voltam dobva. Azt hittem, hogy leszakadt alattam a föld. Reménytelenné váltam. Úristen, mi lesz velem? Borzasztó, megpróbáltatás volt. És akkor eszembe jutott, hogy Orosz Pali bácsi, itt van Eger mellett, Bélapád falván, oda menekültem.
nem volt egyedül. Egy férfi volt ott vele, én nem szóltam, nem mertem beszélni. Végül ő mondta, kisfiam, ez a bácsi egy jezsuita atya, az én vendégem. Ő előtte beszélhetsz, kisfiam, amit nem kell titkot tartani. Hát erre elsírtam magam, hogy mi a bajom. Ő is nagyot néz, hát kisfiam, más nem tudunk tenni. Ez a bácsi dolgozik egy erdőmérnök mellett szarvaskőn. Menj el vele. Hát az mérnök téged is felvesz. Dolgozzál, kisfiam, és majd lesz valami. Hát el is mentem az atyával. Sándor atyának hívták, biztos nem az volt a neve. Sose tudtuk meg, ki volt. Bujkáló jezsuita volt. Sokszor nagyon kemény, nagyon szigorú, főleg a napszámosokhoz. Mert természetesen, hogy a mérnök felvett, egy barátságos, kedves, fiatal, mély lelkű mérnök ember volt, Isten áldja meg most is. És ott maradtam. Csodálatos két hónapot töltettem ott az őszi erdőben. Szarvasbőg és vaddisznótúrás, ezerszínű erdő, gyönyörű. Csak az én boldogságom hiányzott. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra, és kellemes nyarat kívánunk Önöknek!